Köszöntöm nézőinket! Önök a Pannon Televízió híradóját látják. Víg Gabriella vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Felföldi László pécsi megyés püspök húsvéti üzenete. Húsvétváró Pöttön kreatív kuckó Pécsen. Két napos foglalkozások az Apáczai Művelődési Házban. Támogatott lakhatás korszerűsítés. Pályázati pénzből fejleszt a Kerekvilág Alapítvány. Kormányinfó. Továbbra is marad a rezsicsökkentés. Az emberi élet, emberi méltóságunk megélése azon múlik, hogyan hordozzuk életünk keresztjét, hogyan éljük meg keresztutunkat. Jézus 14 állomásos útja rólunk szól, a mi életünk állomásairól, találkozásainkról, eleséseinkről. Ezeket pedig nem elkerülni kell, hanem jól megélni, mert így tudjuk gazdagítani a lelki életünket, fogalmazott Felföldi László pécsi megyés püspök húsvéti üzenetében. Jézus a feltámadás után pedig egy nagyon fontos köszöntéssel lépett tanítványaihoz. Békesség nektek, most ez a legfontosabb üzenet, tette hozzá a főpásztor. Most azt gondolom a legeslegfontosabb üzenet ennek a világnak, a családoknak, a közösségeknek. Békesség nektek. A béke a belül, a szív békéje, a léleknek a békéje, ami alapja a közösségnek, a találkozásoknak, és a szeretetnek. Ha nincs béke ott belül, akkor mindez elveszíti az erejét. És azért ma is higgyük el, hogy Jézus ezt a békét akarja. Félünk. Félünk a háborútól, félünk a fegyverektől, és nagyon sokszor ez megzavarja még a hétköznapi kapcsolatainkat is. Tudatosan, sokkal tudatosabban kell erre a békére, erre a szeretetre figyelni. Az élet győzött. Krisztus feltámadt, és nekünk is ebben a győzelemben, ebben a békében, ebben az örömhírben kell élnünk, és én ezzel kívánok testvéreimnek áldott húsvétot, hogy felragyogjon az életnek, a szeretetnek, a békének a fénye először a szívünkben, és utána hiszem, hogy nemzetünk és a nemzetek életében is. Pécs parkolási övezeteiben a várakozás április 7-e és 10-e között, azaz a húsvéti ünnepek alatt díjmentes lesz. A forgalom csillapított övezetekbe történő behajtás és a közterületi várakozás azonban ezen időszak alatt is engedélyhez kötött, közölte a Biokom. A Pécsi Városüzemeltetési Társaság Pécs-Siklósi út 52-es szám alatt található személyes és telefonos ügyfélszolgálatának ügyfélfogadási rendje is módosul. Nagypéntektől húsvét hétfőig szünetel az ügyfélfogadás. A pécsi köztemető Siklósi út 43-as szám alatt található ügyfélszolgálati irodája szintén zárva tart az ünnepek alatt. A pécsi központi temető minden nap látogatható reggel 6 és 20 óra között, a gépjárművel történő behajtás azonban a hosszú hétvégén is díjköteles. A Tükebusz ZRT tájékoztatása szerint a húsvéti ünnepekhez kapcsolódó hosszú hétvégén a bérletpénztárak, valamint az ügyfélszolgálati iroda nyitvatartása és a pécsi közösségi közlekedés menetrendje megváltozik. A Tükebusz ZRT járatai április 7-e és április 10-e között a szabadnapra meghirdetett menetrend szerint közlekednek. Ezeken a napokon 6 óra 6 perckor a Fagyöngy utcából és 6 óra 13 perckor az Időjós utcából nem közlekedik 52-es járat. Nagypénteken, valamint húsvét vasárnap és hétfőn pedig a bérletpénztárak zárva tartanak. Ez valamennyi irodára vonatkozik. Húsvétvárót rendeztek a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Házában. A jeles napok előtt a héten két napon át húsvéti kézműves sarok várta a kreatív gyerekeket szüleikkel együtt. Különböző kreatív technikákkal találkozhattak akár egész családok is a húsvét előtti héten Kertvárosban a Pécsi Kulturális Központ Apáczai Művelődési Házában. Van, aki minden évben eljön ide ilyenkor gyermekével. El szoktunk jönni, nagyon szeretjük, mert a Ginus egy nagyon kreatív kislány, és itt nagyon sokféle kreatív dolog van, úgyhogy
szoktunk jönni minden évbe. Régi hagyománya van már a Húsvétváró kézműveskedésnek az Apáczai Művelődési Házban. A legkisebbeket a Pöttön Kreatív Kuckó várta. Aki elfelejtett például tojást vinni a festéshez, az kapott a helyszínen. Hosszú évtizedek óta szervezünk a jeles napok előtt kézműves foglalkozásokat gyerekeknek, egészen piciktől a felnőttekig is. Családok el tudnak jönni, gyerekek is megtalálják a maguknak való programot, illetve a felnőttek is. Ugyanezt próbáltuk most is megszervezni itt húsvét előtt, mondom, más jeles napok karácsony előtt szoktuk advent kapcsán, így hát akkor várjuk a kedves gyerekeket, szülőket erre a programra. A húsvétváró foglalkozás nemzetközinek is mondható, hiszen Németországból, Finnországból is érkeztek érdeklődők, de még kínai vendégek is kipróbálták a tojásfestést a nagy héten. A készített kis kreatív alkotásokat haza is lehetett vinni. A kétnapos program ingyenes volt. Rendkívül fontos egy önálló, erős védelmi ipar kiépítése, közölte Szalai Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter. A tárcavezető a Honvédelmi Minisztérium MTI-hez szerdán eljuttatott közleménye szerint elmondta, ahhoz, hogy a magyar emberek biztonságát garantálhassák, fegyvereket kell vásárolni. Magyarország már eljutott arra a szintre, hogy nem pusztán vásárol fegyvereket, hanem azok gyártói is Magyarországra települnek, és közösen gyártjuk azokat az eszközöket, amelyek a megújuló magyar haderő jövőbeli eszközei lesznek, olvasható. A haderő erősítése mellett rendkívül fontos az önálló erős védelmi ipar építése is, amely a magyar haderő ellátási láncának biztosítása mellett a magyar gazdaságot is erősítheti. Fegyveres rablás történt tavaly március közepén Kecskeméten. A boltba egy arcát eltakaró férfi lépett be, aki egy fegyvernek látszó tárgyal megfenyegette az alkalmazottat, hogy adja át a bevételt. A pénzt megkapta. A rabló ezek után távozott, de magával vitte az eladó telefonját, a dohánybolt berendezéséhez tartozó távirányítót és kulcscsomót is. A rendőrök megnézték a környék kameráit, így sikerült beazonosítaniuk a rabló kilétét. Kiderült, hogy egy 23 éves baranyai férfi lehet az elkövető, aki ellen 10 elfogató parancs volt érvényben. A kecskeméti rablás miatt 2022. április 11-én elfogató parancsot adtak ki, majd nem sokkal később felmerült, hogy a keresett személy külföldre menekült, így európai és nemzetközi elfogató parancsot bocsátottak ki ellene. A nemzetközi körözésnek köszönhetően Németországban elfogták a férfit, aki tavaly november 9-én a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren vettek át az Interpol munkatársaitól a Bács-Kiskun megyei nyomozók. A 23 éves férfit fegyveresen elkövetett rablás miatt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását, amelyet az illetékes járásbíróság elrendelt. Három autó karambolozott a 66-os úton. Személyautók ütköztek össze oroszló és magyar szék között. A három kocsiban összesen 4 ember utazott, az egyik autóba 2 beszorultak. A Sásdi és a Komlói hivatásos tűzoltók a helyszín biztosítása mellett áramtalanították a járműveket, feszítővágó segítségével kiszabadították a beszorult sérülteket, majd átadták őket a mentőszolgálat munkatársainak. A helyszínen teljes útlezárás volt érvényben. Akadályok nélkül a Kerekvilág Alapítványnál. Ezzel a címmel nyújtott be egy EFOP pályázatot a pécsi szervezet. Ennek köszönhetően 357 millió forint visszanemtérítendő támogatásba részesültek. Az összegből 12 fő részére támogatott lakhatást alakítanak ki, de korszerűsítik a nappali ellátó intézményt és egy elektromos kisbuszt is vásárolnak. Már 33 éve működik Pécsen a Kerekvilág Alapítvány. A fő cél, hogy a rájuk bízott fogyatékkal élők továbbra is családjukban élve részesülhessenek a képességeiknek legmegfelelőbb oktatásban és fejlesztésben. Nyitottak legyenek a világra, hogy felnőve minél teljesebb értékű tagjai lehessenek a társadalomnak. Az alapítók célkitűzése az volt, hogy az óvodától a felnőttkorig minden szolgáltatást elérhetővé tesznek. Ez most megvalósulni látszik. Iskolánk most már 20 éve van, nappali felnőtt nappali intézményeink is lassan 20 éve, sőt van, amelyik régebb óta munkavégzéssel egybekötve, és most a lakhatás feltételeit is igyekszünk kialakítani. Méghozzá olyan módon, hogy nem egy bentlakásos intézményt hozunk létre, hanem egy integrált otthont, társasházat, ha úgy tetszik, az a hivatalos neve egy lakhatási, vagy támogatott lakhatás, bocsánat, ahol 12 fogyatékkal élő lakhat saját lakásban majd. Egy EFOP pályázaton nyert ugyanis forrást az alapítvány. A társasház egyébként akadálymentesített lesz, de emellett más épületek is korszerűsödnek. A nappali intézményünket is tudjuk fejleszteni, egy elektromos mikrobuszt is be fogunk szerezni a pályázatból az ő közlekedésüknek a segítésére.
És még egy napelem korszerűsítésre is sor kerül az energiaköltségek elszaladása miatt, vagy ezt megelőzendő. Úgyhogy komplex programot fogunk végrehajtani EU-s támogatásból, körülbelül 350 millió forintból. A pályázat a magas minőségű, hozzáférhető, közösségi alapú ellátási formák kialakításának megvalósítására szolgál. Az elnyert összeg azonban csak egy részét teszi ki a költségeknek, az alapítvány ezért gyűjtést indított. Egyrészt arra kérik a pécsieket, hogy adójuk 1%-át ajánlják fel számukra, másrészt pedig egy jótékonysági koncertet rendeznek majd május végén. A támogatók a rendezvényre szóló jegy megvásárlásával járulhatnak hozzá a további sikeres munkához. Az előző héten 618 új koronavírus fertőzöttet igazoltak. Ezzel a járvány kezdete óta 2.199.764-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma, közölte a múlt heti összesített adatokat ismertetve a koronavírus sajtóközpont. A múlt héten meghalt 8 beteg, így az elhunytak száma 48.811-re emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 2.146.693, az aktív fertőzöttek száma pedig 4.260-ra csökkent. Jelenleg 359 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 3-an vannak lélegeztetőgépen. A koronavírus ellen beoltottak száma 6.422.163, közülük 6.210.118-an a második, 3.905.212-en a harmadik, 425.332-en pedig már a negyedik oltásukat is megkapták. Olcsóbb energia a vállalkozásoknak. A megnövekedett energiaára komoly terheket rónak a gazdaságra. Az állam ezért beavatkozik a szerződésekbe. Mintegy 14 ezer ügyfélnek, köztük intézményeknek, vállalkozásoknak kell kevesebbet fizetniük a fenntartásért. Ezt mondta Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón. A korábbi szabályoknak szerint az egyetemleges szolgáltatásba, illetve utána végső menedékes szolgáltatásba tartozó vállalatok, illetve a szintén ebbe a körbe tartozó önkormányzatok, egyházak és alapítványok december 31-éig, hogyha nem kötöttek szerződést, akkor automatikusan az akkori áraknak megfelelő kategóriába kerültek. Ez azt jelenti, hogy megazsulónként több mint 21 forintot fizetnek a gázért, és kilovattonként több mint 196 forintot fizetnek az áramért. Itt a kormány be fog avatkozni a szerződésekbe, és lehetővé teszi azt, hogy a jelenlegi piaci áron új szerződések jöjjenek létre. Ez azt jelenti, hogy 10 forint alatt lesz a gáz megazsulonként számukra, és kilovattonként pedig az áram 80 forint alatt lesz. Ez összességében mintegy 14 ezer ügyfélnek segít, amiből 10 ezer gazdasági társaság, ezek leginkább kisvállalkozások, és 4 ezer olyan egyéb intézmény, ami egyházak, egyesületek, alapítványok és kisebb önkormányzatokat jelent. A régió híreivel folytatjuk. Húsvét a kereszténység egyik legnagyobb, legjelentősebb eseménye. Az ünnepre való készülődésről és hagyományokról kérdezte stábunk a katolikus, református, illetve az evangélikus felekezetek helyi vezetőit. Idén április 9-ére esik húsvét vasárnap, az ezt megelőző hetet a keresztény felekezetek nem egyformán ünneplik. A katolikus egyházban például nagypénteken a papok nem tarthatnak szent misét. Úgy kezdjük az egész csonka misét, így is mondhatjuk, keresztfordulatunkat, hogy a pap és a minisztránsok, a segítők lefekszenek hasra, leborulunk teljesen a földdel, egyé válunk, és így imádjuk az Istent, és megmutatjuk a mi semmiségünket, illetve azt, hogy mennyire hálásak vagyunk, hogy értünk adta az életét, és megváltott bennünket, amely majd másnap ugye beteljesedik a húsvét szent ünnepével. Ezen a napon van egy gyönyörű sok könyörgés, imádkozunk a hitetlenekért, a Krisztusban nem hívőkért, a államfőkért, a börtönben sillődékért, az áldott békéért, tehát rengeteg imádság van, és aztán pedig kifejezzük a hódolatunkat a kereszt előtt. Nagy szombat jellegzetes szertartása a tűzszentelés. A katolikus templomban a gyertyát, a feltámadó Krisztus jelképét a megszentelt tűzlángjánál gyújtják meg. A Tolnai vármegyeszékhely református közösségében a nagy hét első napján, hétfőn kezdetét vette egy igei sorozat, emellett
szerdáig a gyülekezet tagjai minden este az úgynevezett úrasztali közösségre készültek, csütörtökön pedig egy biblia alapú monodrámát adtak elő a szekszárdi református templomban. Nagypénteken Krisztus kereszthalálának, váltsághalálának ünnepén 10 órakor tartunk ünnepi istentiszteletet itt a templomban. Vagyunk együtt, addigra átrendezzük egy picit magát az úrasztalát is, nem ez a virágvasárnapi dísz lesz rajta, hanem a töviskoszorú is megjelenik, a gyász is megjelenik, de közben már átszivárog valami, átszűrődik a húsvéti örömből. A szombat az a pihenés napja a törvény szerint, ahogy a Lukács írása szerinti evangéliumban olvassuk is, nem régen ez volt a tanulmányozásunk vezérfonala, és vasárnap és hétfőn 10 órától az Úr feltámadását ünnepeljük úrasztali közösségben is. Az evangélikusoknál két fókuszpontja van az ünnepkörnek, nagypéntek és húsvét vasárnap. A jeles esemény alkalmából ilyenkor mindig úrvacsorai istentiszteleteket tartanak. Nagypéntek ünnepe mindenképp számunkra egyrészt a tragédiáról beszél, hiszen a közénk érkezett emberélet Istent, az ember az, aki keresztre viszi. Ugyanakkor mégis a győzelemről is beszél, hiszen az az Isten, aki közénk jön, Jézusban az ő szeretetét mutatja meg. Húsvét erre teszi fel a koronát, abban, hogy a feltámadásban nem csak a bűn, de a halál is legyőzetik. És Isten szeretete nem egyszerűen csak egy ilyen reménytelen szeretet, hanem egy igenis reménnyel teli szeretet ebben a világban. Aradi András hozzátette, hogy a felekezetben az idei húsvét, illetve nagy hét különlegesnek számít, ugyanis a Budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetem néhány harmadéves teológus hallgatója passiójátékot, Jézus szenvedés történetét mutatta be több gyülekezetben is. Szemétszedési akcióra hívták a kaposfüredieket. Az önkéntesek a településrész Toponárral összekötő út környékét tisztították meg. A kaposfüredi városrészben régi hagyományai vannak már a közös környezetszépítésnek. A koronavírus járvány miatt azonban az elmúlt időszakban az ilyen akciók elmaradtak. Most viszont újra összeálltak a településrészt tenni akaró lakói. Egy-két fiatal kezdeményezésére pont itt jön velem szembe a hölgy, aki az egyik kezdeményező volt, és akkor összerántottuk a csapatot, és úgy gondoltuk, hogy most rendbe tesszük itt. Ez mindig egy nagyon rossz gócpont nekünk, ez a Toponár-Füred átkötő út. Itt nem tudom, miért vonza az embereket, hogy ide kihozzák a szemetüket, mikor mindent le tudnának adni a hulladékudvarba. A közös szemétszedés nem csak az utcák terek tisztasága miatt fontos, hiszen a társadalmi felelősség vállalása is felhívja a figyelmet, mondták a résztvevők. Otthon is ügyelünk a környezetünkre, a közvetlen környezetünkben, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezért is felelősek lennénk, hogy a tágabb környezetünket se szennyezzük el. A tucatnyi lelkes résztvevő az Orgona utca, Hóvirág utca kereszteződésénél találkozott, onnan indulva tisztították meg a Kaposfüredet Toponárral összekötő út mindkét oldalát. Húsvéti ünnepekre készültek Bonyhádon. A Vörös Marti Mihály Művelődési Központ mögötti téren hagyományőrző esemény keretein belül lelkesen díszítették fel a tojásfát a helyi óvodások és iskolások. A húsvét közelettével Bonyhádon is megtartják az ilyenkor szokásos néphagyományokat. A Vörös Marti Mihály Művelődési Központ mögötti téren a helyi németség tagjai tojásfát állítottak. A gyerekek már nagyon várják a húsvétot az ünnepi játékok és ajándékok miatt. Mindig kifestjük a tojásokat, várjuk a locsolókat, és akkor így nagyon jót mulatunk, szép ruhába öltözünk, és egy jót mulatunk, nagyon jó. Szász Albert azt mondja, ő minden évben elmegy locsolni is. Ilyen pirosra festett tojást szoktak adni a fiúknak, amikor elmennek locsolni, és hogyha nagyok mennek, akkor meg szokták kínálni pálinkával is őket. Csizmadi Jané énekes Piroska, a Bonyhádi önkormányzat tagja tartott nyitó beszédet német nyelven a jelenlévők számára. Most az Osterbrunnen felavatásán vagyunk itt Bonyhádon.
a kaszinó téren. Ez az Osterbrunnen most már harmadszor ünnepeli meg itt a város, a német önkormányzat és a művelődési ház segítségével, és ide jöttek gyerekek, felnőttek, óvodások, iskolások, hogy ők is majd a műsor végén felakasszák a hímzett, festett tojásaikat. A szépen feldíszített tojásfa megtekinthető bármikor az ünnepek alatt Bonyhádon, a kaszinó téren, a művelődési ház mögött. Tolna és Somogy vármegye hírei után a legfontosabbak következnek egy-egy mondatban. Felföldi László pécsi megyés püspök húsvéti üzenete. Húsvétváró Pöttön kreatív kuckó Pécsen. Két napos foglalkozások az Apáczai Művelődési Házban. Támogatott lakhatás korszerűsítés. Pályázati pénzből fejleszt a Kerekvilág Alapítvány. Kormányinfó. Továbbra is marad a rezsicsökkentés. Szombaton a felhős, borongós időben többfelé várható eső, zápor. Már csak néhol lehet élénk a szél. Enyhébb lesz a reggel, napközben pedig 5-9 fok valószínű. Húsvét napjain többfelé takarhatják felhők a napot, de már naposabb tájakkal is találkozhatunk. Helyenként eső, zápor előfordulhat. Hétfőn többfelé élénk, nyugaton erős lehet az északias szél. Vasárnap 8 és 13, hétfőn 11 és 17 fok között alakulhat a legmagasabb hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!